Azt hiszem, hogy számos szállal kötődött az akkori délvidék a forradalmi eseményekhez és az azt követő szabadságharchoz, hiszen Kishegyesi, Kaponyai csatáról, Zenta város bevételéről tudunk, mint neves helyszínekről, tehát a harci cselekmények az elkövetkezendő néhány napban a különböző vidéki helyszíneken is megemlékezésre kerülnek. Tehát egy nemzetként, egy országként a délvidék mind a harcokból, mind az azt követő Habsburg alávetettségből ugyanúgy kivette a részét, mint a mai Magyarország.